Csaba, szeretném megköszönni, hogy együtt bemutathattuk a vendégeinknek az új fajta újdonságainkat, és most szeretném Zolit visszahívni, hogy együtt átvegyük a húsparadicsomokat és a rózsaszín paradicsomokat. Köszönöm szépen. Hát igen, jelen pillanatban ez a kategória nem feltétlenül a legnagyobb érdeklődési irány Magyarországon, de egy olyan különleges szegmens, amiben mindenképpen van lehetőség azoknak a termelőknek, akik viszonylag kisebb felületen, régebbi házakban, korábbi építési konstrukciókban dolgoznak. Az első fajta mondhatom azt, hogy gyakorlatilag a kategória teremtő és véleményem szerint Magyarország egyik legrégebb óta használt fajtája az admíró. Az admírót jelen pillanatban egy cég használja Magyarországon, nagy megelégedéssel alacsonyabb 4-4,5 méteres üvegházakban. Mi a jelentőség ennek a fajtának? Rövidízközű, kiváló kötődési toleranciával bír, a szélsőségeket nagyon jó bírja. Itt gondolok arra, hogy jellemzően ezek a házak nem túl jó kifűthető és jól szellőző házak, ezeket a házaknak a klímáját nagyon jól tolerálja, és ehhez képest egy jó termőképességet ad. Megfelelően kemény a bogyója, és jelen pillanat bogyós szedésben a magyar piaci igényeknek, tehát durván ez a 2-3 nap alatt kerüljön eladásra a termés, ennek teljesen megfelel. Tehát ez volt az admíró fajta, lisztharmat rezisztenciával, kladosporium rezisztenciával bír. A következő fajtánk az a foronti termésméretben, 220 g bogyómérettel bír. Itt látunk rajta egy nagyon szép kis reklámcímkét, ami a termelőnek a egyedi jelölése, és ezzel hál' Istennek az áruházláncok is megengedik ennek ezt a jelölést, erre egyszerűen az van ráírva, hogy húsparadicsom.hu, ezen egy nagymama karakter van jelölve nemzeti színekben, tehát magyar színekben, és ezzel tulajdonképpen azt a vevőkört célozza meg a termelő, céloztuk meg mi a nemesítésben, akik a régi idők nagy paradicsomjait keresik a pultokon, húsparadicsomokat keresnek, nem igazán szeretik a savas, túlerős ízvilágú paradicsomokat, hanem jobban inkább a húsos, viszonylag lészegény fajtákat keresik. Ezt a fajtát nem lehet dupla sorba berakni egy műtízes ládába, de szimpla sorosan, általában tükrös kiszerelésbe lehet látni. Úgy gondolom, hogy érdemes kipróbálni a fajtát, ez is lisztharmat rezisztenciával bír. A következő fajtánk méretben a Rebelski 250-260 g-os. A foronti Rebelski nevek utalnak a lengyel bevezetésekre. Lengyelországban ugyanis ezek a fajták igen népszerűek. A lengyel termelők nagyon szeretik a nagybogyójú, illetve nem csak a termelők által a vevők, vagy a vevők által a termelők a nagybogyójú fajtákat. Igazán megbízható jó kötődési tulajdonsággal azért 4-5 bogyóval fürtönként lehet a fajtákat termelni. Kérlek Tamás, hogy akkor egy pár szóban beszélj a még hasonló húsparadicsom bevezetéseinkről, utána majd még a rózsaszín paradicsomokról is ejtünk pár szót. A húsparadicsom fajta újdonságuk közül szeretném bemutatni nektek az Inspired fajtát, ami azért különleges, mert internál red, tehát a belső húsa az mély bordó. Megkérem Zolit, hogy vágja föl nekünk. Amellett, hogy ez egy sötét színű fajta, nézzétek meg, amellett, hogy ez egy sötét színű fajta, az íze is kiváló, tehát magas cukortartalmú, jó húskeménységű és egy jó növénnyel párosul. Ezen kívül, ami fontos, hogy az elődökhöz képest javítottak a téli fényszegény időszakban való kötésén a fajtának, tehát kevésbé potyog, mint az elődei.
hihetetlen hússzín, és azt hiszem a húsparadicsomnak a jellemzősége itt azonnal érthető, kevesebb lé, nagyon sok hús. Igen, igen. Ilyen egyszerű. Igen, és van még egy fajta, ez pedig az Ondero fajta, szintén egy oidimrezisztens paradicsomról van szó, ez pedig már 250 g fölötti mérettel rendelkezik, ez tényleg kifejezetten azoknak ajánljuk, akik egy nagy méretű húsparadicsomon belül is egy nagy méretűt szeretnének választani. A különlegességek kategóriában a rózsaszín vagy pink paradicsomok jönnek. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy cégünk szintén kategória teremtő volt a Tomimari Mucho nevű fajtával, amely jelen pillanatban is talajos termesztésben igen jó megállja a helyét. Látva azt viszont, hogy a Tomimaru hidrokultúrás termesztésben nehezebben termeszthető, a két színből érés problémát okozott az értékesítésben, a nemesítés elindult az egyszínből érő rózsaszín irányban. De azért még egy pár szót beszéljünk, hogy mi is ez, hogy rózsaszín paradicsom. Ez egy olyan különleges színvilág, amire úgy gondolom, hogy minden vevő felkapja először is a tekintetét, majd amikor belekóstol, akkor megérzi azt az umami ízt, amiről eddig nekünk fogalmunk sem volt, és ha a Google keresőben megkeresitek, akkor ez egy ötödik íz néven fut, és egy olyan plusz ízt kölcsönöz, ad pluszként a terméseknek, amelyek mindenképpen egy friss fogyasztásban, de akár ivólé elrakásban is egy nagyon különleges, kellemes ízt ad. Kérlek, Tamás, beszélj még ezekről a fajtákról. Igen, a rózsaszín paradicsom az nem azt jelenti, hogy a paradicsomnak a híja a rózsaszín, a piroshoz képest, hanem egy egész más hús konzisztenciát, textúrát is jelent, és egy egészen más ízvilágot is. A cégünk, amit Zoli is mondta, az első és talán szegmens teremtő fajta az a Tomimaru Mucho volt, ami jelenleg is Lengyelországban egy piacvezető rózsaszín paradicsom, pontosan a különleges ízvilága miatt. Azonban azt is látni kell, hogy a termesztői oldalról jelentkezett az az igény, hogy olyan fajtát szerettek volna a termelők, ami nem zöld vállas, tehát érés közben esetleg nem sárgul ki, vagy nem ég ki, tehát kevesebb a másodosztályú termés. Ezen kívül a Tomimaru Muchohoz képest kisebb a kálciumfolt való érzékenysége. És ezért a következő fajta, amit szeretnénk megmutatni, az a Fujimaru, ami 2 évvel ezelőtt került bevezetésre. Ez 220 g-os paradicsom, egy igen produktív fajta, ami azt is jelenti emellett, hogy egy vegetatív képességű fajta, és a tavaszi időszakban ez néha kihívást jelent, tehát folyamatosan generatív irányba kell vezetni az állományt. Ha ezt megtesszük, akkor a kötések szépen rendben lesznek, nem lesz, nagyon kevés lesz, vagy nem lesz probléma a kálciumfoltossággal. Ugyanolyan jobban tárolható és keményebb a hús szerkezete, mint a Tomimaru Mucho-nak. És van még két fajta újdonságunk, az egyik a Hakumaru névre keresztelt paradicsom, amit szintén tesztelni fogunk ebbe az évbe. Ez a fajta folytatja tovább a Fujimaru, az előző paradicsomnak a koncepcióját, mégpedig abban, hogy nagy termőképességű fajta, jó ízvilággal, viszont a növénye egy generatívabb növény, tehát a termeszthetősége valószínűleg nálunk könnyebb lesz. Ezen kívül az ízvilága az hasonló, szerintem a leírásokhoz képest nálunk finomabb lesz, mert nálunk több a fény, több a napsütés. Ezen kívül pedig szintén nagyon kevésbé jellemző rá a kálciumfoltosság.
A fajta egyébként oidium rezisztens, mint ahogy a Fujimaru is oidium rezisztens. És van egy utolsó, ez pedig számomra ez a fajta jeleníti meg a Tomimaru Mucho-nak az igazi utódját. Ez egy generatív növénytípus, nagyon különleges, nagyon finom ízvilággal, és a Tomimaru Mucho-hoz képest itt lehet látni, hogy ez is egy címből érő paradicsom, tehát nem lesz sárga válla a paradicsomnak, hasonló a hús szerkezete, mint a Tomimaru Mucho-nak, és egy jól irányítható növénnyel párosul. Egyébként súlyban mind a három paradicsom a 220 g körüli méretet adja. Természetesen a szezon elején, ezt, ha 4 bogyóra metszük, akkor ez meg lesz ez a 220 g. Nyári időszakban lehetséges, hogy attól függően, hogy a növényállomány milyen állapotban van, akkor 3 bogyóra érdemes visszametszeni. És alanyokból a Maxifort az úgy néz ki, hogy elegendő lesz számára. Hátra van még egy különleges alak, egy San Marzano, nagyméretű San Marzano, népies nyelvén szokták paprika paradicsomnak is mondani, még erről egy pár szót beszélj, légy szíves. Ez egy a San Marzano típusúban, ez a Portento névre hallgat ez a fajta. Ugye a San Marzano ez azt jelenti, szerintem, hogyha a Zolit megkérjük, hogy egyet fölvágjon, akkor lehet látni, hogy ennek a zselés, egyet elveszek, hogy ez viszonylag száraz a szerkezete. Tehát ez a paradicsom, ami hamburgerbe, vagy pizzára, vagy friss konyhai felhasználásra alkalmas. Olaszországban nagy karriert futott be ez a fajta. Nagyon érdekes, mert egyik azon fajtáinknak, ami alkalmas fóliás termesztésre is, és ugyanúgy üvegházi termesztésre is. Ez egy különlegesség. Amúgy körülbelül egy 110 g-ot képvisel a fajta.